Gyújtópont. Nálunk elég egyetlen hírszikra. Már egy 22 hétre született magzatnak is van esélye a túlélésre, ezt írta a Mirror a múlt héten a prenatális orvoslási brit szövetségre hivatkozva, akik azt írják, hogy az utóbbi évtizedben megduplázódott az extrém koraszülöttek túlélési esélye. A témával kapcsolatban dr. Somogyvári Zsolt, a Péter Csernyi Alapítvány neontológus orvosa, szakmai vezetője a vendégem. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Hogy kérdezem meg legelőször azt, hogyha mondjuk Magyarországon átlagot kell vennünk, akkor milyen arányban fordulnak elő ilyen extrém koraszülött gyermekek? Talán avval kezdeném egy ilyen személyes visszatekintéssel, hogy amikor én a pályámat kezdtem a 80-as években, akkor még az életképesség határa a 28. héten és az 1000 gramnál volt, és ez fokozatosan az elmúlt évtizedekben egyre lejjebb ment. Jelenleg Magyarországon a 24-24. Hét betöltött hétnél, és úgy körülbelül 400-450 gramnál van a, úgymond az életképesség határa. Ez persze nem jelenti azt, hogy nem ápolunk a koraszülött intenzív központokban ennél kisebbeket is, de most ez a magyarországi helyzet. Viszont tudunk komoly közleményekről és beszámolókról, például Svédországból, ahol a 22.-23. hétre született babák is már hasonló élet kilátásokkal bírnak, mint mondjuk Magyarországon a 24-25 hetesek. Na most, hogyha egy 22 hetes pici babára gondolunk, akkor azt hogy kell elképzelni? Tehát milyen olyan funkciókkal születik meg egy ilyen gyermek, vagy amik már ugye megvannak, vagy esetleg van-e olyan, ami még hiányzik, ami gyengíti a túlélési esélyeket, vagy hogy kell elképzelni egy ilyen pici gyermeket? Hát ez egy egészen speciális helyzet. Gondoljuk végig, hogy hát ugye a köztudatban 9 hónapra, azaz úgy durván 39-40. Várandósági hétre születnek a babák, és itt most a 22-23-24 hetes babákról beszélünk, tehát egy laikus számára is könnyen elképzelhető, hogyha egy baba fejlődik, és az a fejlődésének a durván a felénél, vagy egy kicsit több, mint a felénél tart, hát akkor a szervrendszerei azok vagy csak kezdetlegesen kialakultak, és ezért nem tudnak úgy működni, mint az érett babáké, vagy még ki se alakultak. Hát itt elsősorban az agy fejlődésére gondolok, mert a 22.-23.-24. héten még egész más struktúrájú az agy, a későbbi agy struktúrákra hát csak körülbelül emlékeztet. Hogyha én végig gondolom, hogy például mondjuk történik egy ilyen koraszülés, akkor, és utána ugye jön az a fázis, amikor a gyermeknek mondjuk az életéért dolgoznak, vagy az életben maradásáért dolgoznak, akkor milyen körülmények vannak azok, amik esetleg nehezítik az életben maradást, vagy mondjuk akár könnyítik? A legfontosabb az, hogy az ilyen kisújjal született babáknak rendkívül nagy a hővesztessége, hiszen semmilyen szigetelő réteg nincsen rajtuk, és percek alatt kihűlnek, de olyan mértékben kihűlnek, még normál hőmérsékleten is, hogy utána már nagyon nehéz őket visszamelegíteni. Tehát alapvető kérdés az, hogy mennyire tudjuk megakadályozni az ilyen éretlen babáknak a hővesztését. Ezt a legújabb, hát az elmúlt 6-8 évben a világban alkalmazott módszerrel, egy nylon zsákkal vagy egy nylon fóliával próbáljuk csökkenteni. De arról van szó, hogy az éppen a szülőcsatornából kibújó baba minden megtörlés, minden nélkül rögtön belekerül egy nylon fóliába, egy polietilén fóliába, és így rakjuk a melegítő alá, és így drámaian meg lehet akadályozni azt, hogy ne olyan hővesztés legyen, hanem mérsékeljük. Így, ha megtartjuk a babáknak a hőmérsékletét, akkor jön a következő, a tüdőéretlenségből fakadó, valamilyen módon a tüdőtágítást biztosító beavatkozásnak az azonnali elkezdése,
hát vannak különböző módszerek, ha van spontán, tehát magától légzik a baba, esetleg sír is, akkor csak egy olyan szerkezettel tartjuk nyitva a tüdőt, ami egy nagyon szelíd metodus, de megakadályozza azt, hogy kifáradjon. Hogyha nincs saját légzése, akkor pedig lélegeztetőgéppel speciális az újszülöttekre szerkesztett nagyon komoly műszaki hátterű lélegeztetőgépekkel próbáljuk az oxigenizációt, illetve a széndioxid eliminációt biztosítani. Na most az, hogy milyen eredményességgel maradnak életben ezek a koraszülött babák, most én is arányokat mondjak, például azt mondják, hogy 10-ből 2 olyan csecsemő volt 10 évvel ezelőtt, aki életben maradt a 23 héttel korábbi, legalábbis 23 hét körüli koraszülötteknél, és ma már ez a szám mondjuk megnőtt 4-re, tehát 10-ből 4 tud életben maradni, de ez mondjuk országonként is, ugye említette, hogy Magyarországon nagyjából ez a 24. hét, ahol még életben tudnak maradni a babák, és ez mitől függ, és ezt tényleg hozzá nem értőként kérdezem, hogy ez mitől függ, orvosi eszközöktől, technikai környezettől, vagy mitől függ, hogy milyen eredményességgel tudnak életben maradni ezek a picik? Igen, az eszközöktől is függ, az orvosi nővéri tudástól, tapasztalattól, és hát azt nagyon régóta tudjuk, hát már eleve az intenzív központok centralizációjára vagy összevonására azért került sor Magyarországon is például 75-76-ban, mert azokban a centrumokban, ahol nagyon sok babát, legyen ez most koraszülőt, vagy bármilyen műtétforma, például szívműtét, ahol valamit nagyon sokat csinálnak, vagy relatív sokat csinálnak, ott a túlélés az sokkal jobb, mint ahol elvétve egyszer-egyszer. Ez az egyik, tehát van egy személyi része, van egy eszköz része, nagyon fontos az ilyen kissúlyú koraszülötteknél, hogy minél inkább stresszmentes környezetben legyenek, hogy a fájdalmukat, a stresszüket, azokat észrevegyük, hogy ezeket csillapítjuk. Erre ma már nagyon komoly módszerek vannak, és meggyőződésem, hogy a svédországi északi államokbeli jobb eredményeknek ez a stresszkerülő ápolás, ez az egyik kulcsa, ami még pluszban tudnak adni, ami egy másfajta nővérorvos szemléletet, szülőbevonási szemléletet igényel. Tehát ez mindenképpen egy kulcsa. Na most azok a babák, és ebben Magyarországon a statisztikát rontja, hogy Magyarországon a méhen belüli szállítás, tehát az édesanyja, hogyha felmerül a koraszülés gyanúja, akkor mielőbb olyan központba kerüljön, ahol intenzív ellátást, legmagasabb szintű intenzív ellátást tudja majd a baba kapni. És ezek az intrauterin szállítások, ezek sajnos nem olyan effektusúak, mint Angliában, vagy Svédországban, vagy másutt a világon fejlettebb országokban. Tehát ez is egy kockázat, hogyha váratlanul megszületik valahol egy baba, akár egy átlag kórház szülészetén, akkor ott nincsenek meg, nem csak a gyakorlat, hanem még az eszközök sincsenek meg ahhoz, hogy a legmagasabb szintű ellátást megkapja. És a Péter Cserny Alapítványi Mentőszolgálat mozgó, intenzív, osztályos koraszülött rohamkocsijai és személyzete az pont ezekben a váratlan helyen, váratlanul rossz feltételek között megszületett babáknak tud segítséget nyújtani, hiszen mozgó intenzív osztályként nagy gyakorlatú kollégáim rögtön meg tudják azt a úgy szoktuk hívni, hogy 0 perces ellátást adni, amivel a babák ugyanolyan sanszokat kapnak, mint hogyha egy nagyforgalmú perinatális, neonatális intenzív centrumban lennének. Na most, hogy kérdezzek rá egy dologra? Például Angliában van egy olyan orvosi gyakorlat, hogy akik 22. heten halva születnek meg, azokat meg sem próbálják újraéleszteni. És ezzel kapcsolatban gondolkodtam el azon, hogy ebben a témában, legalábbis ennél a pontnál, Magyarországon milyen orvosi protokoll van, vagy milyen orvosi gyakorlat van, amit követnek az orvosok, irányelv, ami megvan határozva, esetleg megvan szabva, hogy mikor, hogy kell eljárni.
A nyugat-európai államokhoz képest Magyarországon sokkal egyértelműbb a szabályozás. Tudnélik, azt mondja ki a törvény, hogy ha 24. hét alatt születik, és nem mutat semmilyen életjelenséget, akkor nem kell megkezdeni az élesztését. Ha viszont a 24. hét, betöltött 24. héten van a baba, akkor meg kell kezdeni, mert ez az életképesség határa. Tehát ilyen szempontból Magyarországon én neonatológusként személyes és szubjektív véleményként azt mondom, hogy szerencsére sokkal könnyebb helyzetben van a neonatológus és a szülő is, hiszen ezek a törvényi rendeletek előírják, hogy mikor igen, mikor nem. Természetesen akkor, hogyha a 24. hét alatt születik a baba, és légzik, sír, vagy mozog, akkor már ugyanúgy minősítendő a 22 hetes és a 23 hetes is, mint a 24 hetes, és hogyha persze ebből az következik számomra, megint mondom, hogy szubjektív vélemény, számomra az következik, hogyha Svédországban már a 22-23 hetesnek olyan sanszai vannak, mint Magyarországon most a 24-25 hetesnek, akkor igenis, ha életjelenséget mutat, akkor neonatológusként ott rögtön az első időben nem kell, nem szabad mérlegelni, hanem életjelenséget mutat, meg kell neki mindent adni, és aztán majd úgyis el fog dőlni a sorsa a többiekben. Dr. Somogyvári Zsolt, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést!